Az ünnepek közeletével már egyre többen elkezdik megvenni az ajándékokat. De mi van akkor, ha például sérült a cipő vagy hibás a mosógép, és az ügyet nem tudják rendezni a vállalkozással, viszont a vitát peren kívül szeretnék rendezni. Ebben az esetben kereshetik fel többek között a Tolna megyei békéltető testületet. Mi akkor kerülünk képbe, hogyha a vállalkozás elutasítja a fogyasztókat, és a fogyasztó már fordult a vállalkozáshoz, tehát ez azt jelenti, hogy vagy minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvvel rendelkezik, vagy pedig panaszlevelet írt már a vállalkozásnak, és a vállalkozás már elutasította. A testület eljárása a vásárló kérelmével kezdődik, amihez a www.tolnabékeltetés.hu oldalon található formanyomtatványt kell kitölteni. Itt szerepelnie kell a vállalkozás és a vásárló adatainak, a panasz rövid leírásának, illetve az alátámasztó dokumentumoknak. A folyamat során a cégnek viszont kötelező együttműködnie. Ez azt jelenti, hogyha a vállalkozás székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a megyében van, akkor megjelenési kötelezettsége is van a cégnek, hogyha nem helyi a cég, akkor viszont válaszirat küldésére köteles. Hogyha egyiket sem teljesíti, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságnak kell jeleznünk az együtt nem működő vállalkozásokról. Egy értesítésben jelezzük, hogy kik ők, és bizony az komoly szankcióval jár, bírsággal. A szervezetet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara működteti, mondja az elnök. 2020-ban az esetek megközelítették a 100-at, 2021-ben már jelentősen emelkedett ez a szám. Tehát jól látható, hogy a békeltető testület egy alternatív vitarendezési fórumot biztosít a fogyasztók számára. További előnye, hogy egy bírósági eljáráshoz képest gyors, illetve ingyenes.